Péter második levele. Simon Péter, a felkent Jézus szolgája és apostol. Üdvözletemet küldöm nektek, akik ugyanolyan értékes hitet kaptatok, mint mi. Ezt a hitet azért kaptuk, mert Istenünk és megmentőnk, Jézus a Krisztus igazságos. Mind több és több kegyelem és békesség töltsön be titeket azáltal, hogy Istent és Jézust, a mi Urunkat, személyesen és egyre mélyebben megismeritek. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez és Isten szolgálatához szükséges. Ezeket az ajándékokat úgy kapjuk meg, ahogyan egyre jobban és jobban megismerjük őt, aki a saját dicsőségével és csodálatos tetteivel hívott el bennünket. Így igen nagy és értékes áldásokat ajándékozott nekünk, ahogyan meg is ígérte. Ezeket az áldásokat pedig azért adta, hogy isteni természetéből részesítsen bennünket. És így a világban levő romlottságot elkerülhessük. A romlottság gyökere az olyan kívánság, amely gonosz dolgokra irányul. Mivel ilyen nagy áldásokat kaptatok, teljes erővel törekedjetek arra, hogy hitetek mellett fejlődjön ki bennetek a jóság, a tudás, a mértékletesség, a türelem, az istenfélő magatartás és a testvéreitek iránti kedvesség, és ezek felett az isteni szeretet is. Ha mindezek a tulajdonságok megvannak, és egyre erősödnek bennetek, akkor segíteni fognak abban, hogy eredményesek és hatékonyak legyetek. Ugyanakkor elvezetnek benneteket Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésére is. Akiből viszont hiányoznak ezek a tulajdonságok, az olyan, mintha vak lenne, vagy rövidlátó. Mert elfelejtette, hogy a régi bűneit Isten már megbocsájtotta. Ezért testvéreim, még inkább törekedjetek arra, hogy megerősítsétek Isten elhívott és kiválasztott benneteket. Mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani vagy elesni soha. És nagyszerű fogadtatásban lesz részetek Urunk és megmentőnk Jézus Krisztus örökké tartó királyságában. Ti ugyan jól tudjátok ezeket a dolgokat, és kitartóan ragaszkodtok az igazsághoz, amelyet elfogadtatok. Mégis segíteni akarok nektek, hogy soha ne felejtsétek el ezeket. Igen, helyesnek tartom, hogy amíg ebben a földi testben élek, emlékeztesselek benneteket. Ugyanis tudom, hogy nem sokára el kell hagynom ezt a világot, amint azt Urunk Jézus Krisztus kijelentette nekem. Ezért minden igyekezetemmel azon leszek, hogy segítsek nektek emlékezni ezekre a dolgokra. Még akkor is, amikor már elköltöztem. Beszéltünk nektek arról, hogy Urunk Jézus Krisztus teljes hatalommal fog visszajönni. De nem kitalált meséket adunk elő itt nektek. Nem. Mi a saját szemünkkel láttuk Jézus fenséges nagyságát. Hiszen mi ott voltunk Jézussal együtt a Szent Hegyen, amikor az Atya Istentől dicsőséget és megtiszteltetést kapott. Ugyanis a felséges dicsőség, az Atya Isten így szólt hozzá. Te az én fiam vagy, akit nagyon szeretek. Te benned gyönyörködöm. Mi valóban hallottuk ezt a mennyből jövő hangot. Ezért teljesen megbízhatónak tartjuk a próféták üzenetét. Ti is jól teszitek, ha hallgattok a prófétákra. Mert az ő szavuk olyan, mint a fény a sötétségben. Figyeljetek rá, amíg eljön a hajnal, és a hajnalcsillag felkel a szívetek. Mindenek előtt meg kell értenetek, hogy az írásban található proféciák közül egyik sem származott a proféta saját gondolataiból. Mert soha egyetlen profécia sem született emberi akaratból, hanem úgy, hogy bizonyos embereket a Szent Szellem indított és arra bíztatott, hogy beszéljenek. Így valójában Isten szolgáltuk.